Sziasztok! A mai videónkban utána járunk, hogy hogyan kell a földlabdás fenyőfát gondozni, hogy túlélje a karácsonyt, és utána a kertünk díszévé váljon. Most már minden környezet tudatos ember földlabdás fenyőfát választ. Fokozatosan kell hozzászoktatni a benti hőmérséklet. Tehát, hogyha így rögtön az 5 fokról bevisszük a 25 fokra, nem lesz szép a karácsonyfánk, mert megbarnul a levele és hullani fog. Fokozatosan bevinni először az előszobába, tehát garázsba, pincébe, akinek van, meg fogja hálálni a növény. És bent milyen gyakran kell öntözni? Igényel-e valami egyéb gondozást? Na most én szoktam ajánlani, ezek ugye vödörbe vannak. Én szoktam ajánlani, és akinek lehetősége van, mindenképpen tegye át egy nagyobb edénybe. Ha erre nincsen mód, akkor kérem, hogy tegyenek alá egy valami tálat. Én hetente ajánlom, hogy kétszer öntözzék meg. Nem szabad túlöntözni, éppen hogy csak bírja vészelje át ezt az időszakot, amíg bent van a fánk. Fűtőtestől mindenképpen távol legyen, hogy ne kapja közvetlenül a meleget, hiszen ez egy kinti növény, egy kinti fa, ahol padlófűtés van, érdemes fölemelni, megemelni, hogy közvetlenül a gyökere ne kapjon meleget. Értem. Na most a kiszoktatás is ugyanúgy történik, mint ahogy a beszoktatás. Tehát érdemes egy kicsit, mindig egy kicsit hűvösebb helyre tenni. Aztán ültetés, amikor már elmegy a fagy, akkor érdemes kiültetni. Nagy gödröt kell neki ásni, meg lehet kicsit támogatni jó minőségű virágfölddel, egy kevés szarvasmarhatrágyával. Amikor a növény kikerül, érdemes egy kicsit többször megöntözni. Aztán később már egy hónap, 2 hónap múlva már elég a természet adta eső is, vagy éppen a víz. Nagyon fontos a fokozatosság a bevitelbe, a kivitelbe, a víz, a pára, és akkor semmi probléma nem lesz.